Nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos bőrünk védelme, főleg a nyári, erősen napsütéses időszakban, de egyébként egész évben is. Többféleképpen védhetjük magunkat a nap káros sugaraitól. Újra itt a nyár, süt a nap, napsugárzásnak sok jó hatása van, jobb lesz a kedvünk, D-vitamin szintünk magasabb lesz, de óvatosan a nappal. Tehát nem mindegy, hogy mennyit vagyunk a tűző napon, illetve UV-sugárzásnak mennyire van kitéve a bőrünk. Védjük a bőrünket, ez vonatkozik az idősekre, gyerekekre és a fehérbőrűekre. A fényvédelemnek van fizikai formája, tehát kalap, napszemüveg. A fizikai fényvédelemhez tartozik az is, hogy 11 és 3 óra között ne menjünk ki a napra. És ami kilóg a ruhából, illetve hogyha strandon vagyunk, akkor használjunk naptejeket. Javasolta legalább 50 faktoros naptej használata, melyet a napra lépés előtt már legalább 20 perccel szükséges felkenni. Tehát az, ha a strandon bekrémezzük magunkat és rögtön belecsobbanunk a vízbe, nem jó megoldás, nem jelent megfelelő védelmet. Ha izzadunk vagy fürdőzünk, érdemes 2-3 óránként újra felkenni a fényvédőt. Lehetőleg olyat válasszunk, ami az UVA és az UVB sugárzás ellen is véd. Mind a kettő nagyobb mennyiségben a bőrre káros. Az UVA, tehát hosszabb távon bőrrákot okozhatnak. Enyhébb esetben, ha rövidebb a sugárzás, akkor a napfényártalom tüneteit észleljük a bőrön, hogy foltos lesz, hol fehér foltok, hol barna foltok jelennek, meg kiszárad a bőr, kicserződik, a bőrön megvastagodások képződnek. Ez még csak egy esztétika, de hosszabb távon a bőrrák kialakulását is okozhatja. Napig is után lehet hidratálni a bőrt, a gyulladást csökkenteni. A fényvédelem fizikai formáin és a naptej használatán kívül belsőleg is támogathatjuk az egészségünket. Szedhetünk olyan étrendkiegészítőket, amik felkészítik a bőrt a barnulásra. Ilyenek a beta-karotin és E-vitamin tartalmú étrendkiegészítők, melyeknek a szedését érdemes legalább egy hónappal a napozás, nyaralás előtt elkezdeni. A beta-karotin az a szarúrétegben földúsul, és egyrészt antioxidáns hatású, másrészt meg is szűri az UVB-sugárzás nagy részét. Ne feledjük tehát, hogy megfelelő fényvédelem nélkül ne menjünk ki a napra. Főleg nyáron legyünk óvatosak, de egész évben használjunk fényvédőt a fedetlen testrészeinken és az arcunkon is.